jöjjön a kvíz, ha nincs ellene kifogásuk. Istvánt megkérném, hogy segítsen. Ez a szünet keretein belül tartanánk meg ezt a kis kvízt. Szabály az nagyon egyszerű. A leggyorsabb jelentkezőt szólítjuk fel, és egy ember csak egy könyvet vihet haza. Figyelj István, mert ez gyors lesz, első kérdés. Év, hónap és napra. Pontosan mikor született Márai Sándor? 1900. Április 11, így van. Ez a költészet napja, ugye, de nem ő miatta, hanem József Attila. Elolvasnám, mielőtt odaadjuk a könyvet Gábornak, este 8-kor születtem, fújt a szél. Kassát szerettem is a verseket, a nőket, a bort, a becsületet, és az értelmet, mely a szívhez beszél. Mást nem szerettem, minden más titok, nem könyörgök, s ne irgalmazzatok. Ez volt az új gyakorlatból. Régi kassa álom, jó lesz? Gratulálunk! Van még egy példányunk, a Régi kassa álom című könyvvel. Erre a kérdésünk az lenne, 1917-ben a Pesti Hírlap pályázatára küldte Márai Sándor első írását, Lukrécia fiát, álnéven. Mi volt ez az álnév, melyen aztán 1918-ig jelentek meg írásai az Élet című folyóiratban? Szabad a gazda? Salamon Ákos. Nem baj, van más kérdés is. Így van. Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél. Mondja János mester fiának a Kassai polgárok című drámában. Ki ellen lázadtak fel a kassai polgárok 1311-ben? Egy kis történelem, ugye? Egy nádor ellen. Láttam. Egy nádor, igen. Egy nádor, aki úgy gondolta, hogy Róbert Károly királytól ajándékba megkapta kassát. Nem. A műben Márai úgy emlegeti, hogy Ómodé, ez Abba Amadé nádor volt különben, aki egy elég komoly tekintélyű kiskirály volt itt a kelet, észak-kelet magyar királyságban, mert Abaújsáros, Zemplén, Ung, Bereg és Szepes vármegyében uralkodott. Azt, hogy mikor született, azt nem tudják pontosan, de azt tudják, hogy Kassán halt meg 1311. szeptember 5-én. Ugye a János mester, a drámában a János mester vésője által. Na akkor egy háziasszonyos kérdés. Figyeljenek a háziasszonyok. Serpenyőbe vékonyan kiöntve mindkét oldalán megsütött tészta, mely tojásból, liszttel, tejjel, csipetnyi sóval, pici cukorral és szódavízzel van kikeverve. Négy rét hajtva, vagy feltekerve, dióval, mazsolával, cukrozott narancshéjjal töltve, csokoládéval leöntve tálalják. Hogy hívják ezt a leírt desszertet? Igen, itt két választ tudok elfogadni. Egyik a gundelpalacsinta, a másik neve viszont eredeti neve a márai palacsinta. Mégpedig azért, mert a Kaland című dráma után tartottak egy bankettet, ahol a Lola készítette a menüt végül is, és ezt a desszertet. Gundel Károly is ott volt ezen a banketten, és megkérdezte Lolától a receptet, mert annyira ízlett a közönségnek. Ezek után fölvette a Gundel Károly az étlapra. Tehát egész a háborúig ezt márai palacsintaként lehetett rendelni a Gundel étterem étlapján, csak aztán államosítás után meg kellett változtatni a nevet. Akkor hallgassuk meg Márai Sándort,
hogy felolvassa végrendeletét. Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszallagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen, 2-3 kötetbe, úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem, az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen, maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamámnak, öreg asszony megérdemli, és egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, ha... Leállítottam, mert a kérdésem az, mikor mondta ezt Szalagra Márai Sándor? Évszám elég.
Ló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, de úgyis tudod a többit. Lehet a következő könyv az élet, az itáliai életérzés, vagy másat szeretnének esetleg? Igen, polgár vallomásai. Elkelt. Akkor kérdezhetek még? És ezt ajánlom a professzor úrnak is ezt a kérdést, majd mindjárt rájön, hogy miért. Nem azért, hogy válaszoljon, csak egy idézetet olvasok. A kassai hóhérbástya félkörszerűen futó emeleti termeiben felvidéki képzőművészek rajzait, festményeit és szobrait állította ki a Kassai Kazinci Társaság. Ez a kiállítás, tudtommal a visszacsatolás után az első, képet ad a felvidéken nevelkedett vagy onnan elszármazott művészek felfogásáról és látásmódjáról. Kassai, komáromi, rozsnyói festők állítottak ki műveiket, de találkoztam a nagyidei Oravec néhány ismerős képével is, melyeket láttam már Budapesten évek előtt. És kiállított egy somorjai származású festő. Ki volt ő? Így van, Prohászka István. Elolvasom tovább, jó, a idézetet, és átadjuk a könyvet. Képeinek ilyen címet adott a somorjai festő: Vásárrészlet cseh telepessel, vagy őslakos és cseh telepes, vagy vásár a cseh megszállás alatt. Mint a címekből is kitetszik, ez a festő a maga módján nem csak tájakat és hangulatokat akart megrögzíteni a vásznon, hanem valami időszerűt, politikait. Elmondja olajban azt az élményt, mely a kisebbségi ember legerősebb élménye lehetett, mint változtak meg az életformák a 20 esztendős cseh uralom alatt. Majdnem azt mondtam, lefesti a benesi demokráciát. Láttam a felvidéki kiállításon művészileg érettebb, bonyolultabb képeiket is, renoári hangulatokat. Mégis emlékbe a somorjai festőképei maradnak meg. Ennek a fogalomnak kisebbségi művészet tökéletes tartalmát adja, írta a Táj olajban című karcolatában 1939. május 31-én. Panni néni, egy polgárvallomása jó lesz. Gratulálunk. Egy újabb idézet következik. Bizonyítást nyert, hogy a gyilkosság a következőképpen történt. Smár, a gyilkos, este 9 óra felé, felhőtlen holdvilágnál lesben állt azon a sarkon, ahol Véze, az áldozat, hivatalának utcájából lakásának utcájába kanyarodik majd. Hideg, csontigható éjszakai levegő, Smáron azonban csak vékony kék ruha volt, még a zakóját is kigombolta. Vajon melyik műből hangozhatott el ez az idézet? Nem a Mészáros. Nem Márai műről van szó. Illetve nincs is teljesen igazam, mert fordítás, Márai fordításról van szó. Ki volt az eredeti? Német. Illetve az se biztos, hogy német. Prágai. Akkor ha marad könyv, akkor majd a kérdések szekcióba kiosszuk az első 2-3 kérdezőnek. Jó, mert ez közös válasz volt. Kérdeznék akkor még tovább. Van még könyv. Idézet, ha megengedik. Konrád írt, mondta a tábornok, s félkézzel mellékesen magasba emelte a levelet. Emlékszel? Igen, mondta Nini. Mindenre emlékezett. Még nincs kérdés. Itt van a városban, mondta a tábornok a dajkának halkan, mintha nagyon fontos és bizalmas hírt közölne. A fehér sasban szállt meg. Este eljön, elküldöm érte a kocsit, itt vacsorázik.
most jön a kérdés, és kezeket akarunk látni. Melyik műből van az idézet? Két könyvet kiosztunk. Akkor legyen a két, vagy ne a gyertyák csonkig, igen? Akkor ez legyen ez az új könyv, az itáliai életérzés, lehet? Igen. Ott volt mind a kettő hátul. Ki volt a második? Itt van, igen. Ugyanebből a regényből hallottuk Konrád. Ki volt a másik szereplő? Hogy hívták a tábornokot? Ez a kérdés. Hogy hívták a tábornokot? Nem sokszor hangzik el a regényben. Ott a későn jövők esetleg? Nem Otto. Későn jövők esetleg? Nem? Henrik. Na akkor még maradjunk ennél, mert erre van egy kis bejátszás is. Ebben a regényben szerepel egy zongoramű, melyet Konrád, a tábornok, édesanyja játszottak egy Konrád és a tábornok édesanyja játszottak együtt. Nagy átéléssel. Melyik zongoradarab volt ez? Igen? Chopin, így van. Polonéz fantázia. Hogy bebizonyítsuk, hadd játsszak le egy részletet, mert nagyon ért. Nem a polonéz fantáziát fogjuk eljátszani. De benne lesz. Egy nyáron este, mikor a kastélyban Konrád a tábornok anyjával négykezest játszott, történt valami. A nagy teremben ültek vacsora előtt, a testőr és fia udvariasan hallgatták a zenét a terem egyik sarkában, azzal az udvarias készséggel és türelemmel, mint mikor azt mondja valaki, az élet kötelesség, a zenét is el kell viselni. Hölgyeknek nem illik ellent mondani. Az anya szenvedélyesen játszott. Chopin polonész fantáziáját játszották. Mintha minden megmozdult volna a szobában. Apa és fia is megérezték a terem sarkában, a karosszékben, az udvarias és türelmes várakozásban, hogy a két testben, az anya és Konrád testében történik most valami. Mintha a zene lázadása felemelte volna a bútorokat. Mintha a súlyos sejemfüggönyöket meglobogtatná egy erő az ablak mögött. Mintha minden, amit az emberi szívek eltemettek, ami kocsonyás és avas, élni kezdene. Mintha minden ember szívében lappangana egy halálos ütem, amely az élet egy pillanatában végzetes erővel kezd dobogni. Megértették az udvarias hallgatók, hogy a zene veszélyes. De ők ketten, az anya és Konrád a zongoránál nem törődtek többé veszéllyel. A polonéz fantázia csak ürügy volt, hogy elszabaduljanak az erők a világban, melyek megmozgatnak és felrobbantanak mindent, amit az emberi rend olyan gondosan rejteget. Oly merev testtel ültek a zongora előtt, kiegyenesedve, megfeszített és kissé hátrahajtott felsőtesttel, mintha a zene láthatatlan, mondabeli paripák tüzes fogatát röpítené, s a világ fölötti szélviharban és rohanásban ők ketten tartják merev testtel és kemény kezekkel az elszabadult erő gyeplőit. Tehát Chopin az dur polonéz fantáziáját, opus 61, Maurizio Pollini 75-ös felvételéből hallottuk.
Ezt azért játszottuk le, ez az összeállítás, ez nem egy hivatalos kiadvány, hanem Demcsik Norbert barátunk munkája, aki különben Dublinban készít internetes rádiót, és nem csak a dublini magyaroknak, különben a zene a javából.com oldalon érhető el, és ez a tegnapi műsorban hangzott el. Úgyhogy köszönjük Norbinak az összeállítást. Kiosztottuk a könyvet? Igen. Igen? Akkor még három könyv, reméljük három kérdés. Na mondja maga Pusztafi, mit szól ehhez a tájhoz? Látott már maga ilyet? Kérdi Márai a vonatfülkében utitársától egy svájci utazás alkalmával. Még nem olvastuk fel a kérdést. Mire a válasz? Nem nagyon tudok mit mondani, mert a nagy hegyek elveszik a kilátást. Ha igaz az anekdóta, ki volt a válaszadó? Itt már sajnos van ajándékkönyv. Pusztafi, ki lehetett az a Pusztafi? Ott volt valaki? Igen? Melhangzott Így és Gyula, ő volt a Pusztafi. Gratulálom. A Magyar Tudományos Akadémia székfoglalóját Márai Sándor 1943-ban tartotta. Kimondottan erre az alkalomra írt előadását olvasta fel. Mi volt ennek a címe, vagy kiről szólt? Akkor elmondom, hogy mi volt a címe, és a kérdés az, hogy kiről szólt. Vagy fordítva? Ihlet és nemzedék. Igen, hallottam innen, ugye? Ihlet és nemzedék. Akkor kiről szólt? Elolvasta. Jó, válasz elhangzott. Ihlet és nemzedék. Gratulálom. Petőfi Sándor. Így van, azért osztottuk ki. A gyertyák csonkig égnek utolsó példány. Hát, jó, akkor ezt az idézetet. Az Ohio-i bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirheni tenger zúgni kezd, s hallott Babit szavát, Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még nincs válasz, mert nem volt kérdés. Még szólnak az és üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, innen kérném szépen, vagy folytatni, vagy inkább elmondani, hogy milyen versből idézett itt Márai. Így van. Igen, az nem lehet, hogy oly szent akarat, és a kérdés úgy... Így van. És a kérdés az... Igen, ez a válasz, és a szózatból az is. Köszönjük szépen. Edith néninek gratulálunk. Tehát a halotti beszéd úgy folytatódik, hogy az nem lehet, hogy oly szent akarat. A szózat pedig úgy, hogy az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat. Stb. Stb. Köszönjük szépen a választ. Elfogytak a kérdések, elfogytak a könyvek. Gratulálunk a nézőknek, mi meg folytassuk a beszélgetést. Tessék, lehet. Tessék, szívesen veszünk. Ugye a gyertyák csonkig égnek németül kétszer megjelent az 50-es évek elején. Semmi visszhangja nem volt. 99-ben a frankfurti könyvásáron, ezt sajnos a magyar sajtó nem igazán írta meg, bestseller lett. A Reichranicki úrnak volt egy irodalmi műsora a Dreizat csatornán, ahol öt műről beszélt, amelyek 99-ben szerinte jelentősek voltak, és az első a gyertyák volt. Hozzá kell tennem, hogy az öt mű közül még egy magyar mű volt, amelyet viszont nem dicsért.
de hát talán nem illik megmondanom, hogy mi volt ez a mű. Na most, mi volt ennek az oka? Hozzá kell tenni azt, hogy a második német fordításnak nem szó szerinti címe van, hanem ugye glut. Ebből lett az angol-amerikai siker Embers címmel, és ebből lett siker egy londoni West End-i színházban, a Duke Theaterben, ahol előadták, egy kiváló angol szerző írta át színpadra a gyertyákat. Jeremy Irons volt a Henrik. Az egyedüli probléma az volt legalábbis számomra, hogy Jeremy Irons lényegében elfeledtette, hogy a színpadon még valaki más is létezik. A fogadáson őt elsősorban az érdekelte, hogy meggyőző volt-e, mint Count Katiszt. Hát mondtam, hogy nagyon meggyőző volt. De kétségkívül siker volt. Tehát ez mutatja, hogy egy műnek különböző fordításokban különböző sikere lehet. A halotti beszéd annak idején, ugye Tamási Áron írt egy cikket róla Magyarországon, tehát ugye úgy értelmezvén, hogy ez a honvágyról szól. Tudom azt, hogy az amerikai magyarság körében sokan nagyon megsértődtek emiatt a vers miatt. Mert úgy érezték, hogy lényegében arról szól, hogy elfelejtenek magyarul. Na most a Naplónak van egy nagyon megindító része, amikor valami űrlapot kitölt Márai, és megírja, hogy most már én sem teszem az ékezetet az arra. Hát ez egy kiváló vers, nagyon nagy hatású vers. Amilyen nagy hatású verse, hát neki tulajdonképpen nem sok van. Na most a gyertyák ennek ellenére nem hiszem, hogy a legjobb regénye. Eszterházy Péternek megjelent egy hangos könyve most, amely különböző részekből áll. Az egyik rész Márairól szól. Ő azt mondja, hogy az egy polgár vallomásai és a Napló. Ez az életmű csúcsa. Nem kell okvetlenül ezt elfogadni természetesen. Én nagyon szeretem a Szindbád regényt, függetlenül attól, hogy idegen nyelvre fordítani nagyon nehéz, hiszen az illetőnek krudit is kell ismernie, és hát ez már. De ugye Baránszky Jobb László évtizedekkel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a legjobb krudi regény, hát talán ez túlzás, de kétségkívül egy rendkívül eredeti utánköltés. Tehát egy nagyszerű mű, azt hiszem. De hát az életmű rendkívül terjedelmes, még nem minden jelent meg nyomtatásban, sajnos elég rendszertelen is jelennek meg nyomtatásban. Na most itt szó volt már, azt hiszem, én már elkövettem azt a szamárságot, hogy a bécsi döntésre utaltam. Hát Rozsnyón azt írja, éltetik Horthy Miklós kormányzott Imrédit, Kányát, Telekit és a Dúcsét, sokszor lelkesen a Dúcsét. Aztán a szülővárosából azt üzeni, a múlt tartalékaiból és a jelen lelki erejéből épül az új Magyarország, és ez építés művét megint Horthy Miklós bölcs és megéletődött szava indítja el. 39. december 17-én a Pesti Hírlap közli azt a cikket, amelyben azt írja, Magyarország tudja és kassa külön soha nem felejti el, mit köszönhet a Ducsénak és Csánónak. Megváltozik a véleménye, ugye? Tehát 49-50 körül, nem lehet pontosan tudni, hogy mikor, már neobarokk fasizmusként emlegeti Horthy uralmát, és azt írja a kassai bevonulásról, a kormányzó németes kiejtéssel bizonytalanul beszélt magyarul. A magyar középosztályról rendkívül súlyos ítéleteket fogalmaz meg. Persze, az is igaz, hogy 45 után, tehát a zsidóüldözést egyértelműen elítélte, ugyebár, de 45 után
egy megindító rész van a naplóban, amikor Bárdosit kivégzik. És Szombathelyi kivégzését is helytelenítette. Ugye a nagyon kiváló partitúrában szerepelnek olyan idézetek, amelyek ugye arra vonatkoznak, hogy zsarnokságot zsarnoksággal nem lehet gyógyítani. Miért megy el Magyarországról másodszor? Ebbe sajnos elsősorban azoknak a felelőssége súlyos, akik megtámadják őt. Még olyan vád is éri, hogy német barát volt, holott hát 44-ben részben a felesége származása, részben az ő sportpalasztbeli beszédről író cikke miatt lényegében rejtőzködik Leányfalun. Tehát egyszer elmegy Magyarországról 45 után, és még visszatér, de aztán már másodszor már nem tér vissza. És 56-ba eljut Münchenig. Minden bizonnyal vissza akart térni, de hát közben november 4-e megtörtént, és ő már Münchenben találkozott menekültekkel. Tehát tulajdonképpen az egyik, ami az ő életművét nagyon fölemeli, hogy minden zsarnokságot elítélt. Egyértelműen. És hát itt felejtsük el a 19 éves fiatalnak ugye a cikkeit. Bizonyos szempontból szomorúnak tartom, hogy a nemzetközi sikere már csak a halála után bontakozott ki. Hát ez így történt. Ő nem tett semmit azért például tudtommal, hogy angolul megjelenjék valamelyik műve. Holott hát ott élt Kaliforniában. Az is igaz, hogy a nemzetközi sikerét az olaszok indították el. Tehát az említett, a Gyertyák említett németországi sikere előtt Le Bracci címmel megjelent olaszul egy kiváló, amennyire én meg tudom ítélni, kiváló fordításban ez a regény, és bestseller lett Olaszországban. Tehát tulajdonképpen ez volt az első, ami elindította. Azt is sajnálom bizonyos mértékig, hogy a mozik, amelyek az elmúlt években készültek, nem lettek igazán sikeresek. És hát itt több filmre lehet gondolni, de hát nem akarom ezeket különösen. Hát melyik filmek? Eszterhagyatéka? Például igen, amelynek emlékszem, hogy a pesti bemutatóján nekem kellett bemutatni a filmet, nem lett nemzetközi siker. Vagy a... Igen, vagy az emigránsnak. Emigránst? Vagy az emigránsnak, igen. Hát az életéről is ugye sok minden kiderült az elmúlt években, amit hát beavatottak, esetleg tudtak, tehát ugye a Mezei Mária kapcsolat, bizonyos mértékig a Tolnai Klári kapcsolat, amelyet nem becsülnék olyan borzasztóan túl azért. A Mezei Mária kapcsolat az egy megindító valami lehetett. De levelező kapcsolat csak? Hát igen, de ugye egyikük ugye Budakeszin, azaz Woody Gessen sóvárgott a másik után, a másik pedig San Diego-ban. Hát igen, ez kétségtelen tény. De nem voltam ott akkor, amikor találkoztak, tehát erről nem merek semmit sem mondani. Megpróbálok akkor kapcsolódni az elhangzottakra. Ugye említette, hogy nem nagyon igyekezett külföldön megjelentetni, vagy idegen nyelven megjelentetni műveit. Hát nem is volt sokszor egyszerű. Itt egy idézetet a naplóból mondanák a Béke Itakában című regényre, amikor elküldte egy amerikai kiadónak, és az amerikai kiadó visszaírta, hogy túl magas ismereti igényeket támaszt az amerikai olvasóval szemben. Ez a mű, úgyhogy ezért nem jelentethetik meg. Igen, de ehhez hozzá kell tennem, hogy rossz kiadó, tehát nem megfelelő kiadónak küldte el, sejtelme nem volt az amerikai irodalmi élet szerkezetéről. Mert Amerikában a magyar irodalmat a kampuszon olvassák.
és tehát létezik nagyon magas színvonalú amerikai irodalom, ezt azt hiszem nehéz volna kétségbe vonni, csak az nem túl nagy példányszámban, és nem népszerű kiadónál jelenik meg. Tehát ugye borzasztóan rétegzett az amerikai közönség, kétség kívül. Most valószínű ebben segíthetett volna neki az amerikai emigráció, akivel talán a kapcsolatot nem tartotta, ugye? Nem volt jó, amennyire meg tudta mit élni a kapcsolata. Még a Szabad Európával is feszültségbe került. Elsősorban azért, mert az volt a véleménye, hogy a Szabad Európa Rádió harcra buzdította a magyarokat. És ezt felelőtlenségnek tartotta. Hát ebbe volt valami igaza, azt kell mondanom. Na most az amerikai magyarság is borzasztóan megosztott volt. Tehát jelentős amerikai kiadó, akinek könyvesboltja volt Manhattanben, ő annak idején a Népi Írók kiadója volt, nem nagyon lelkesedett már a jél. Igen. Tehát ez is oka volt ennek. Meg lehet, hogy az is, amit meg is írt a naplóban, hogy az emigráns magyarokról, ugye, mint a veszett farkasok úgy marják egymást, igen. Sőt, a magyarokat elkerülni, ha lehet. Igen, azért néha kicsit túlzóan fogalmazott, mert a naplóban azért van olyan állítás is, amely a magyarokról azért nem fest sötét képet. A kinti magyarokat valóban nem nagyon szerette. Ez kétségtelen tény. És hát erre csak azt tudom mondani, hogy amikor először hosszabb ideig Amerikába tartózkodtam, emlékszem, Buffalo-ba voltunk a feleségemmel és a két lányommal, még létezett egy magyar ház, ez ugye Upstate New York, Mikulás. Hát elmentünk a magyar házba két kislányommal, szembe egy nagyon kedves öreg úr, hát most már én vagyok öreg úr, ugye, de akkor még nem voltam. Bemutatkoztunk egymásnak. Az illető úr azt mondta, hogy azzal ne álljak szóba, aki tőle jobbra ül, mert az nyilas, azzal se, aki tőle balra ül, mert az moszkovita. Na most... Középső maradt. Igen, na most egy ilyen sokféle társaságban ugye nehéz otthont találni, de borzasztóan magányos volt. Ezt azért el kell ismerni az utolsó éveiben, ugye Szörényi Éva színésznő próbálta őt valamennyire támogatni, de ugye meghalt a felesége, és meghalt a fogadott fia is. Tehát amit itt hallottunk, az nem valósult meg, mert ő érte túl őket. És hát oda tette a pénzt a takarítónőnek, fölhívta a sheriffet, mert el akarta kerülni azt, hogy hosszú ideig ott feküdjön halottan. És amikor a sheriff megérkezett, úgy hírlik, hogy még meleg volt, tehát... Ugye. Biztosra ment. Igen, így van. Ha már felhozta a végrendeletet újból, ez a végrendelet azt bizonyítja, amit a halotti beszédben is emleget, ugye gondolok itt erre a That's All, meg Tape Recorder, meg ilyen igen. szavakra, hogy nevedről lehull az ékezet, tehát ő is valahogy átvette ezt az angol magyart. Furcsa volt számomra hallani ezt a végrendeletet, teli tűzdelve angol szavakkal. Igen, hát ez sajnos elkerülhetetlen végső soron. Még egy Márainál is? Hát ha valaki évtizedekig él külföldön, ugye, akkor nagyon nehéz teljesen nem venni tudomást az embernek a környezetéről. De hát a béke itakában említődött, ugye, hát végső soron az otthonról elmenő figuráról szól. A naplóban nagyon sokat ír az Odüsszei a címszereplőjéről, mielőtt megírja a regényt, és ez az első regénye a második számüzetésben. Úgyhogy
Igen. Csillogó szemeket látok, úgyhogy szerintem kérdés is van. Van. Tessék esetleg nyugodtan kérdezni. Meg is van az első, viszem a mikrofont. Professzor úr, mit tud arról a végrendelet kapcsán jutott eszembe, hogy megtalálta Márai a felesége után a naplót, amit idézőjelben azt mondta, hogy te mindenkinek írtál, én ezt neked írom. Mészáros Tibor említette, hogy hallani akarnak a kiadásáról, pedig az eléggé érdekes lenne a feleség szempontjából. Egy cikk kapcsán igen, hogy a vörösváriak nem igen akarnak ezzel, még kutatás céljából se. Nem tudom, mennyire igaz ez, vagy csak védekezés volt, de érdekes lenne megnézni ebből a álláspontból, szempontból Márait, mint feleség. Tudok a naplóról. Na most ez egy nagyon fájdalmas kérdés számomra, mert lényegében véve, noha az egykori kiskönyv után én elég sokat írtam még Márairól, tehát például írtam egy tanulmányt abba a kötetbe, amelyet ő a 30-as években készített, de aztán a Hitler uralomra jutása miatt nem került kiadásra. Oroszországról, a cáriról és a bolsevik Oroszországról készített egy fényképgyűjteményt szövegekkel. Hát ez borzasztó, a megrendítő könyv. Néhány éve aztán Magyarországon megjelentették. Tehát például ehhez is írtam, írtam a Szabadulás című regényéről, amelyet ugye 45-ben írt, és hát a lényege az, hogy nincs szabadulás. Tehát a német megszállás után jön az orosz megszállás, és nincs felszabadulás. De ugye eredetileg úgy terveztem, hogy írok egy második könyvet Márairól. Ezt azért nem tudom megírni, mert a teljes napló még mindig nem jelent meg, az ő teljes naplója, és nem férhetek hozzá. Úgyhogy. Így van, így van. Tehát amikor a szlovákoknak csináltam a Kaligram kiadó kérésére egy kétkötetes válogatást, kénytelen voltam az utolsó 20 évből a megjelentek alapján válogatni, tehát nem a teljes anyag alapján. Tehát én ezt nagyon sajnálom, ha ez továbbra is így van, hogy a Lola naplója nem jelenhet meg. Állítólag vannak benne hát bizonyos szempontból meghökkentő részletek. Szóval, de manapság már én ezt ugyanúgy nem tudom megérteni, mint ahogy a minap ismét próbáltam egy örökössel kapcsolatot teremteni, aki egy egykori csallóközi földbirtokos nőnek a naplóját birtokolja. Ezt Tahi Károlynénak tartott, nevezték, és nagyon korán megözvegyül. Emancipált hölgy lett a 19. század közepén, Kemény Zsigmondnak lett az élettársa. Na most a naplóját egyszer megnézhettem, de nem járul hozzá az örökös, a dédunoka. Tehát én ezeket, hogy mondjam, értetlenül, de kénytelen vagyok tudomásul. De ezt itt a Márai hagyatékkal kapcsolatban nem az örökösökről van szó, vagy igen, hogy nem hát, fér hozzá a kéziratokhoz? A vörösvári örököséről van szó, aki hát Kanadában él. És aki, amennyire tudom, azért döntött úgy, hogy ne lehessen a meg nem jelent anyagot megnézni, mert hát a teljes napló nem biztos, hogy egészen teljes. Megijedt azután, hogy megjelent egy kötet, amelyben Márainak úgynevezett antiszemita kijelentése olvasható. És ezek után egy fiatal magyar irodalomtörténész a
világhálóra föltette ezt a szövegrészt, egy fényképpel, amely a nagyon öreg Márairól készült, és egy valakiről, egy másik öregről, aki egykor állítólag nyilas volt. Következőképpen az örökös nem akarja, hogy ezt ebből ügy legyen. Amikor én a kiskönyvet írtam, Szerb Antalné, akivel egy helyen dolgoztam, fölhívott, és azt mondta, hogy mi jó baráti viszonyban voltunk. Azt mondta, hogy Mihály nem tudja, hogy Márai milyen antiszemita volt. Na most én ezt az általam ismert szövegek alapján nem hiszem el. Tehát az kétségtelen tény, hogy 45 után hibáztatott némely zsidó magyarokat, akik visszajöttek Auschwitzból, és rögtön beléptek a kommunista pártba. Mondván, hogy hát ez nem megoldás. Erről elég súlyos szavak olvashatók a naplóban. Igen. Szóval... Hát ezt tudom válaszolni. Köszönjük a választ. Következő kérdés esetleg. Akkor ezt nem kértük. Akkor kérem a... Vagyis akkor kérdezek én. Jesszus Mária. Tehát a quiz folytatód. Így van. Itt egy-egy időszakot a partitúrából átugrottunk, úgyhogy lehet, hogy ahhoz térnék vissza. Erről a Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Például ez egy olyan mű, amiről talán érdemes lenne pár szót említeni. Hát igen, 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 esetleg. Igen. Hát ezt nem fogadták némely írók nagy lelkesedéssel. Kénytelen vagyok ezt mondani. Ebben nagyon erősen kikelt a kommunizmus ellen. A kommunizmus és annak gyakorlati kifejezési képlete az orosz bolsevizmus európai emberek számára nem nyújthatja az új életforma lehetőségeit. Mert az egyéni élet minden tartalmát felszívja, megfosztja az embert az élet minden olyan értékétől és javától, mely nélkül európai ember számára, legyen ez az ember filozófus Königsbergben, vagy csatornatisztító Londonban, nincs többé az életnek valóságos értelme. Például. Amikor ez megjelent, ugye sokan, vagy hát legalábbis a magyar értelmiség egy része úgy fogta föl, hogy hát ha jön a szovjet, hát ha ez megoldás lesz. És mondjuk én is ismerek olyan kiváló magyar értelmiségieket, akik csak nagyon későn értették meg, hogy a felszabadulás nem volt felszabadulás. Hát erre ezt tudom választani. Igen, ez egy kiváló mű, kiváló értekező mű, nagyon mindenki figyelmébe ajánlom, aki még nem olvasta. Ezek után kezdtek valahogy ellene fordulni, ugye, a hivatalos kultúra diktátorok, és nem nagyon tudott megjelentetni se könyvet, se cikket. Ennek ellenére naplója eléggé terjedelmes ebből az időszakból. Hát a napló ugye 45 után megjelenik, a 43-44-es napló. De a 45-ös utáni időszakra gondolok. Igen, az már nem. Az már nem. Az illetve csak később jelenik meg. És azok a nézetei, ami az orosz jövő, meg a zsarnokságot nem lehet kiváltani zsarnoksággal. Én ezek van. Hogy jutottak el az olvasóhoz? Eljutottak? Ismerték Márainak ezeket a nézeteit? Az olvasói? Hát nem tudom, mert én a nyugaton megjelent könyveit nyugaton olvastam. Szóval, tehát Chicagóban például. Tehát, de ahogy említettem, ő küldött példányokat ismerőseinek, de ezek soha nem érkeztek meg. Tehát nem nagyon... Azért kérdem ezt, hogy tudta a magyar olvasó
elfogadni ezt az emigrációt? Tehát hogy tudta ezt megérteni, elfogadni, hogy miért döntött így a Márai, hogyha végül is nem jutottak el ezek a nézetei valószínűleg az olvasókhoz, a magyar olvasókhoz? Hát erre nagyon nehéz választ adnom, mert az az igazság, hogy voltak magyar irodalmárok az 56 utáni időszakban is még, akik úgy gondolták, hogy nem lényeges Márait ismerni. Uh-huh. Szóval... Tehát egyik napról a másikra így eltűntek a Márai könyvek a könyvespolcokról, a könyvek... Így van, így van. Az üzletekből, ugye az antikváriumokból. Van egy jegyzék, ahol azt hiszem 7000 vagy mennyi példány van, amit zuzdába küldtek, igen. És ezáltal... Hát ugye a regény ciklusának egy része megjelent az egyik kötete, de aztán zuzdába küldték. Igen. De, szóval igen, ez tagadhatatlan tény. Ezt további kérdés. Akkor talán egy idézettel fejeznénk be. Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem, és lassan felderültem. Egy napon meghalok, és ez is milyen csodálatos, rendjén való és egyszerű. Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem. Ezt is a Füveskönyvben, az utolsó fejezetben önmagamról címen írta. De akkor úgy néz ki, végéhez ért a mai estünk. Annyit azért hozzátennék, hogy korábban ezt rosszul láttam, most már amit olvastam eddig, tehát ami az elmúlt években megjelent, annak alapján azt lehet mondani, hogy végső soron a keresztény hithez is közelebb került élete utolsó szakaszában, úgyhogy nem mondható hitetlennek. Korábban annak látszott, de nem mondható hitetlennek. Úgyhogy. Melyik művét tartsa a legjelentősebb művét? Húha! Jézus Mária, igen. Hát... Azért kell tovább megoszolnak a véleményeket. Az biztos, hogy nem a legjobb a közé sorolnám. Ugye szerelmi háromszög... A legtűrnek is sok elkészülni. Hát persze, mi a legtűr? Tehát az egy polgár valomásainak az első kötete mindenképpen. A naplóban nagyon sok jó van. És aztán ugye van egy kis regénye, a második száműzetésbe írta, az ítélet Kanudoszban, amely persze egy dél-amerikai regény alapján készült, de az kifejezetten érdekes. Van egy regény, egy rövid regénye az inkvizícióról, amely az erősítő, amely valóban a spanyol inkvizícióról szól, de a végén vannak jegyzetek. Az egyik jegyzet például egy Dubček nevű politikustól származik, aki nem volt spanyol, és nem az inkvizíció idején élt például. Szóval nagyon sokat írt, hihetetlen sokat írt. Végső soron önéletrajzi írónak gondolom, továbbra is. Hát a zendülőket én például szeretem, amelyik ugye később a Garenek műve. Hát az egy polgár valomásai első kötete az vérfagyasztó, például ahogyan befejezi, amikor az első világháború kitörésének, pontosabban a trónörökös megölésének a híre megérkezik. Egyébként az más szempontból is érdekes mű, van abban egy részlet, az ő szökése hazúról,
amely mutatja, hogy azért volt annak nyoma, hogy ő a polgári életmódtól megpróbált eltávolodni. Tehát nagyon nehéz erre mit mondanom. Úgyhogy a naplónak nagyon sok része érdekes. Hát olyan nagy terjedelmű nem is lehet az egész egyforma színvonalú, de én a vendégjáték Bolzánóbant is alapjába véve kedvelem. Szóval, sőt, a Béke Itakában egy érdekes újraírása Homérosznak. Úgyhogy... Tessék? Így van, így van. Így van. Szóval, úgyhogy sokféle. A Szindbádot is nagyon szeretem. Úgyhogy nehéz erre, mit mondom. Nagyon sokat írt. Igen, igen. Például azt is említhettem volna. Azt is említhettem volna. Igen, ott egy kicsit vannak ilyen majdnem értekező részek, mint ahogy hát a ugye Júdásról is van egy könyve. Igen, ott is kicsit az értekezés és az elbeszélő próza valahogy keveredik. Hát, ezt tudom mondani. Úgyhogy nem. Érdekes volt. Hát én köszönöm. Még lehet utolsó utolni kérdés is. Szintarabjainak a sajtó visszhangjai. Igen. Én lényegében a kassai polgárokat szeretem igazán. Igen, tudom. Azokat nem, szóval kisebb, kevés. Ja, a sajtó viszont, hát az vegyes volt. Az vegyes volt, de itt megint hozzá kell tenni azt, hogy ugye a magyar közönség rendkívül megosztott volt. A kritikusok is. Tehát azt nem lehetett várni, hogy egy népi író nagyon lelkesedjék mondjuk a... Most sem más a magyar közönség. Tessék? Most sem más a magyar közönség. Ezt nem mondtam, hogy most más. Nem mondtam, hogy most más. Most is Igen. Hát ebben... Hát bizonyos mértékig rosszabb a helyzet, mint volt azért. Igen. Úgyhogy erre ezt tudom. Hát nagyon szépen köszönjük Szegedi Maszák Mihály professzor úrnak, hogy megosztotta velünk értékes nézeteit. Én azt hiszem, nagyon sokáig emlékezetünkben maradhat ez az est, és ha nem marad, akkor visszanézzük az interneten. Annyit szeretnék mondani, hogy következő alkalmunkat, ugye felvezetni kicsit, évzáró alkalmunkat, amely már 2 hét múlva, június 13-án lesz, pénteken, és kivételesen nem itt a Perlában, hanem a Honismereti Házban lesz, tehát egy ilyen kinti szabadtéri akciót szeretnénk tartani, mégpedig Agócs Gergely néprajzkutató lesz a vendégünk, és témánk is a helyszínhez illő lesz, tehát a hagyományok jelentőségéről, csallóközi néprajzról, csallóközi népzenéről és néptánc mozgalomról fogunk beszélgetni. Az est házigazdája Hecht Évi lesz, a Csalló zenekar hegedőse, és a Csalló zenekar is majd játszik nekünk. Rossz idő esetén alternatív megoldás lesz a kultúrháznak a bábterme. Tehát várjuk Önöket június 13-án a Honismereti Ház udvarán, utána pedig szeptemberben folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, és kellemes estét kívánok! Mi van?